Ha szombat, akkor Ferencváros Újpest labdarúgó rangadó, amely ugye kiérdemelte a derbi nevet. Hát most idézzünk föl néhány derbit, de egy kicsit a korábbi időkből. Az immár 81 esztendős, 41-szeres válogatott középpályás Rákosi Gyula a Ferencváros színeiben számos mérkőzést játszott az Újpest, pontosabban az újpesti Dózsa ellen. Hát persze, hogy várja a holnapi meccset, amely 7:30 kezdődik az Üllői úton a Grupama Arénában. Szabó Szilárd hívta fel a telefonon az olimpiai és Európa-bajnoki bronzérmes játékost. Annak fényében, hogyha jól tudom, akkor Rákosi Gyula annak idején az édesapjának azt mondta, amikor focizni indult először, hogy hát vigye az Újpest edzésére, mert hogy az egyik gyerekkori példaképe is újpesti labdarúgó volt, aztán édesapja pedig mondta, hogy hát egy fenét kisfiam, vagy valami ilyesmi lehetett a válasz, nézte a Fradiba. Szóval, hogy ahhoz képest, hogy az Újpestbe akart menni annak idején, most milyen szívvel, milyen fejjel várja a 227. bajnoki derbit? Hát, hogy mondjam, nagy-nagy szeretettel várom, mert mindig nagy só a Dózsa, Fradi vagy Fradi-Dózsa mérkőzés. Régen is így volt, és most is így lesz, bízom benne. Nagy közönség előtt akkor egy nagyon jó mérkőzést láthatunk. Hát az ember szívesen emlékezik vissza ezekre a mérkőzésekre. Nagyon jó mérkőzések voltak, és mind a két csapatban nagyon jó futballisták voltak. Igaz egyébként a történet? Tehát akár nagyon könnyen újpesti labdarúgó is lehetett volna önből? Hát nem tudom, most már így öreg fejjel nem tudom elképzelni, mert az egész család, az egész rokonság fradista volt, és tudta, hogy elődöztek, hát szétment a cipőm, és nem úgy volt, hogy vettünk egy másikat, hát azt kellett össze spárgázni, aztán apám ezért nagyon mérges volt, azt mondta, na, azt most elmegyünk, elviszlek valahova, hova akarsz menni futballozni. Hát mondom, Újpest. Az azért volt, mert a Szusza Ferenc volt a kedvencem. Maga a név is Szusza, olyan hát fiatal gyerek, ez egy nagyon nagy dolog. De aztán apám szigorúan azt mondta, hogy meg ne halljam ezt még egyszer, és így a 1952-ben a Ferencvárosnál kötöttem ki, hál' Isten. És hát Szusza Ferenccel azért vívott csatát a pályán is aztán később. Ó, hát voltak nagyon komoly csaták. A legemlékezetesebb az volt, amikor azt a feladatot kaptam az edzőtől, hogy ahova a Feri bácsi megy, megyek utána. Azt mindenhova, azt mondja az edző, igen, ha kimegy vécére, vidd a WC-papírt. Hát mentem is utána, Feri bácsi pipa volt, mindig mondta, kicsi, menj már innyi a üdös csodába. Nem mentem persze. Ez olyan dolog, hogy követtem, de amikor nálunk volt a labda, akkor bekapcsolódtam a játékba, és abban a pillanatban, hogy elveszítették, már Feri bácsit kerestem. Oda ment a kispadtól, azt hiszem a Sebes Gusztáv volt az edző, ha jól emlékszem. Szóval Gusti bácsán, mit csináljak ezzel a kicsivel? Hát állandóan jön után, mit csináljak? Hogy a fuss többet. Ennél többet? Hát ez borzasztó. És az érdekesség az, hogy 1-0-ra kikaptunk a Dózsától, és azt Szusza Feri rúgta szabadrugásból. Hát akkor nem lehetett megakadályozni, mert szabadrugás az mégiscsak szabadrugás. Hát életveszélyes volt nála. Rákosi Gyula alias Matyi, mert hogy ha jól tudom, akkor mindenki így szólítja, így szólította akkoriban is. Ugye a nagy vezérről kapta a becenevét. Ez egy külön sztori lehet, kíváncsi vagyok egyébként a hátterére. De hogy az érdekelne igazából, ugye ön a munkabírásáról, a lelkéről, a szívéről, amit a pályára kitett, erről volt elsősorban híres, aztán volt nagy lövése is persze, labdával sem volt rosszban. De hogy a mai fradisták közül ki az, akire leginkább ez elmondható, ugyanez? Hát ez nehéz. Nehéz választani, mert nagyon sok a külföldi, és én külföldi soha nem szerettem választani, ellenük szerettem játszani. Igen, az volt, ha lehet úgy mondani, a tehetségem, hogy sokat tudtam futni. Ez persze abból adódott, hogy mindent megtettem azért, hogy jó erőlétben legyek, 20 edzéseket végeztem, minden iskolai versenyen részt vettem. Szóval fejlődtem, aztán mikor oda kerültem a Fradihoz, akkor hát játékban is sikerült egy kicsit bekapcsolódnom, úgyhogy egy olyan egyszerű szürke kapocs voltam a csatásról és a védelem között, és a mai napig se bánom, hogy ezt a szerepköt választottam. És a mai Fradiról azon kívül, hogy sok a külföldi, mi a véleménye? Hát most eléggé vegyes, mivel hát több fronton kell helytállnunk, és ez nehéz. Még nem alakult ki teljesen a csapatunk. Aki esetleg ő tudná venni ezt a ritmust, a Sigér, nagyon teljesség egy ügyes játékos,
Most egy kicsit visszaesett, mi azokkal nem tudni lehet, a sérülés után nem készült fel teljesen erőrétileg, és ezért aztán gyengébben játszik, ettől független válogatott. Ő az, aki esetleg ezt a szerepkört be tudja tölteni ott a középpályán. Ha már szóba kerültek a külföldiek, ugye a kispadon is két külföldi irányítja majd a csapatokat, a Ferencváros ukrán vezetőedzője és az Újpest szerb vezetőedzője. Mi lehet itt az edzői döntésekkel kapcsolatos kulcs, vagy lehet-e ilyen a mérkőzésen? A Faradi edzője az szép eredményeket ért el, igaz, bajnokság, stb. A szív nev is, ha jó ejtem a nevét, az pedig már évek óta ott van a Dózsánál. Szegér elég sokat szenved, mert hol gyenge a csapata, hol valamivel erősebb, de komoly mérkőzésekre azért valahogy mindig összeáll a csapat. Itt nem is a lényeg, hogy a két edző, annak feladata összeállítja a csapatot, reméljük jól, és utána a közönség remélem sokan lesznek, nagyon sokan. Egy olyan mérkőzést produkálni, hogy az első perc, az utolsó percig tessék hajtani, lelkesenni, hogy a nagyszámú közönség nálódjon el, mert közönség nagyon igényes arra, hogy ne csak rúgunk egy gólt első percben, aztán utána csak nézzük a meccset, hanem oda-vissza kell játszani, és akkor közönség végig fog biztatni bennünket. Az örök Ferencvárosi Rákosi Gyulát hallottuk.